Das ist eine Bekundung übergeben. Das ist auf Deutsch und auf Ungarisch. A Szárazdi Német Nemzetiségi Falu Múzeumban adta át Orbán Attila polgármester azt a két nyelven megfogalmazott nyilatkozatot Karl-Heinz Lambertsnek, a régiók Európai Bizottsága elnökének, melyben a kistelepülésen élők nevében kijelenti, hogy az ott élők továbbra is szeretnék megtartani hagyományos életmódjukat, ragaszkodnak falvaik eredeti jellegéhez és értékként tekintenek rá, ugyanakkor élvezni szeretnék a modern kor lehetőségeit, ezért szükségesnek érzik az infrastruktúra fejlesztését. Karl-Heinz Lambertszel a vidéken maradás nehézségeiről, a kisebbségek értékeiről és a közösségépítés fontosságáról beszélgettek ezt megelőzően a polgármesteri hivatalban, majd a közeli Gyönkön a nemzetiségi nevelésbe is bepillanthatott az egyébként Belgiumban szintén német nemzetiségi kisebbség tagjaként élő politikus. A Tolnai Lajos gimnáziumban hosszú évek óta folyik két tannyelvű oktatás, mostanában a cserekapcsolatok területén éreznek nehézséget. Mikor indult nálunk a kétnyelvű oktatás a gimnáziumban, akkor még a minisztérium támogatta ezt a programot, és most teljesen a szülők költsége, hogyha a gyerekekkel szeretnénk külföldre utazni, és ez sok családnak megterhelő. Tolna megye jelen helyzetéről, értékeiről és jövőképéről már Szekszárdon tájékozódott a régiók Európai Bizottságának elnöke. Ez a látogatás arról győzött meg engem, hogy mennyire fontos a városnak és a vidéknek az együttélése. Számomra nyilvánvalóvá vált, hogy a régiófejlesztési források, amelyeket az Európai Unió biztosított ennek a vidéknek, milyen fontos szerepet játszott a harmonikus együttélés kialakulásában. Schaffung von mehr Zusammenhalt gewesen sind. A cél éppen ez volt, bemutatni az uniós vezető politikusnak, hogy milyen helyzetben van a vidéki Magyarország, és hogy mire használják Európa pénzét, hiszen a következő költségvetés tervezése éppen ezekben az időkben zajlik. Nagy meccsek vannak a háttérben, vannak, akik szeretnék ezt az egész ügyet csökkenteni, ugye a britek kiesése miatt, viszont mi Magyarország meg azt gondoljuk, hogy többet kellene esetleg befizetni, sőt ezeket a kohéziós politikára fordítandó összegeket megemelni, hiszen látjuk Szekszárdon is, hogy fejlődik, és ha Szekszárd fejlődik, az magával tudja húzni a vidéket is. Az Európai Unió következő 7 éves költségvetését várhatóan a 2020-as német elnökség idején fogadják majd el.